nem szeretem azt, hogy megüzenik nekem azt a helyes életet, amiről nem kérdeznek meg. Nem szeretem azt, hogy egyre inkább másodrendű polgárnak tűnjek Európában, és azon örömködjenek, hogy még hányféle metódus van arra, hogy megbüntessenek. Heti hírmagyarázat és világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissülő tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdjünk! Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat! Ez itt újra a Mandiner Reakció, a Mandiner heti kibeszélő podcast műsora. És itt vannak velem vendégeim, Kohán Mátyás és Ceglédi Zoltán. Szervusztok! Hello. Sziasztok! én pedig Kacsó Dániel vagyok. Kezdjük is, ez itt az őszi első adásunk, sőt mondhatjuk úgy, hogy évad és sok minden történt a nyáron, bár ez relatív, majd megkérdezek róla titeket. Az első témának azt gondoltam, hogy jutott előrébb az ellenzék, a magyar ellenzék a nyár folyamán. Erről egyébként a Mondiner eheti számában egy kis elemzést is összeraktunk. És én most gyorsan slágvortokba összeszedném, amiket én találtam. Például Gyurcsány Ferenc sütött, ez már a vakációzárása. Szabó Gábor az örökös pártigazgató, illetve választmányi elnök kikerült a Jobbikból, vagy legalábbis annak vezető köreiből. Dobrev Klára találkozott David Pressmannel, Momentum kordon bontott, azt hiszem 8. alkalommal. 9. 9. alkalommal, bocsánat. Az MSP mégsem akar önállóan indulni az LP választáson. Karácsony Gergely mentőszolgálattal vitatkozik bizonyos biciklis szabályok kapcsán. Az LMP illetve Ungár Péter minden irányba kritikus, a párbeszédről pedig nem találtam túl sok mindent, általában Jávor Benedeket akarják lista vezetőnek az LP választásra. Ha kihagytam valamit, akkor kérlek egészítsetek, és ön, önmagám összességében ti hogy látjátok, mit tett le az asztalra az ellenzék nyáron, miközben egyébként a gazdasági válság, infláció és hasonló hírekről érkeztek beszámolók különböző sajtóorganomokban is, meg hát érezzük is talán a bőrünkön. Hosszú voltam, most jöttök. Hát miközben kihagytad azért, hogy Márki Zaj Péternek és Jakab Péternek is elindult az új pártja, hiszen oly nagy szükség van még két olyan új pártra, amely a kiábrándult fideszes szavazókat képes megszólítani hiteles jobboldali politikával, ám de Orbán Viktor leváltására, és gondolom a többi ellenzéki párttal összefogva indulna a választáson. De nekem ilyenkor mindig a nulladik pont a kérdés, amikor azt mondod, hogy mi történt az ellenzékkel. És szerintem az a probléma, hogy ők maguk se tudják, hogy A. létezik-e egy ilyen összefoglaló vagy gyűjtő fogalom, hogy az ellenzék, miközben ez csak is kizárólag választástechnikai indokok mentén szokott a választásra készülve megvalósulni, és a másnap, a választás másnapján spriccelnek szét, és lesz belőlük megint újra külön párt, amiket felsoroltál, külön alapítványokkal, frakciókkal, egyebekkel. Tehát, hogy az ellenzékről beszélni szerintem nem csak, hogy nem lehet, hanem ők maguk se döntötték el, hogy ez létezik, viszont magukra, és amiket mondtál, az is ennek a kudarcát mutatja, magukra nem igazán találtak még másik jelzőt, mint hogy ők nem Orbán Viktor, hogy ők nem a Fidesz, hogy ők ellenzék. És ezért aztán, mikor az a kérdés, hogy jutott előrébb az ellenzék, azt kell mondjam, hogy az általat felsoroltak közül ezt paradox módon egyedül a szocik célozzák, amikor azt mondják, hogy akkor legyen közös lista, amit én most ez parodisztikus. Nem vagyok meggyőződve róla, hogyha kitör az őszi téli pánik, ami kiszokott törni látva a kutatásokat, hogy akkor nem fogják megüzenni, mint legutóbb Bajnai Gordonnak, hogy már pedig nem szabad külútakon járni, és hogy a, azért, hogy Orbán Viktorral összevethető méretű ajánlat legyen, egyik másik fogjon össze. Jávor Benedeknél kiadtad, hogy ő egyébként megmutatta a felső testét, a mezítelen felső testét a Balatonon, mert. Jézus, miről maradtam le? Az, az utolsó augusztusi héten, tehát tényleg nagyon időszerűen a párbeszéd különítmény, az kivonult az egyik strandra, ami valami mészáros lőrinc érdekeltség, talán ebben nem vagyok biztos, de valami fideszes dolog, és ott megnyitották az embereknek, hogy ez mostantól szabad strand, és ez mondom az, út, az, augusztus végén, tehát nem a szezon kezdetekor, és akkor ott ők önfeledten pancsoltak, és akkor így láthattad a utolsó dolog. Láthattam volna, mert ki, de bepótolom, és fogom a kedves különni, meg is. De itt is, hogy Jávor Benedek milyen listát fog vezetni. Mert volt egy ígérete. Nem szocialistát, az biztos. Tordai Bencének volt egy ígérete, amikor a párbeszéd elnöke lett, emlékezzünk meg róla, hogy ő most a, a, az egyik a társelnök, hogy lesz külön párbeszéd lista az LP választáson. Én nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez lesz, viszont ha összeáll valakivel, akkor nem tudom, kinek tud olyan ajánlatot tenni, aminek az a vége, hogy Tordai Bence a lista első helyezettje. egyébként Jávor Benedek azért nem LP képviselő, mert akkor a párbeszéd nem tudott az MSZP-nek olyan ajánlatot tenni. Azt hiszem, hogy harmadik vagy negyedik helyen volt a legutóbbi, negyedik helyen volt a legutóbbi választáson, és úgy kampányoltak, hogy azért szavazzanak sokan az msp re hogy még ő is bejusson, nem azért, mert hogy egyébként érdemes, de hanem, tehát, hanem a, ezt a, ezt, volt egyébként. ezt a rendes embert ott kell tudnunk Brüsszelben. Egyébként hála Istennek pártársa Karácsony Gergely gondoskodott róla, hogy azt az interregnumot is ott töltse én, mint a főváros ö, jó, hát előtte viszont vezetője. elárulta pont ebben a helyzetben, de nem akarom elvenni tőled a szót. Mert ugye az volt, hogy a Kanácsony Gergő korábban kötött egy megállapodást a DK-val, hogy ő nem kampányol a saját emberének, a Jávor Benedeknek az LP választáson, hogy a cserében ő lehet a DK főpolgármester jelöltje is az önkormányzati választáson. Hoppá. Bizony. Én amit láttam, az egy aszimmetrikus uborka szezon, tehát hogy a jobb oldalnak nem volt, a ellenzéknek meg volt. Én alapvetően abból szoktam mérni az uborka szezont, hogy a mondani, ennél nagyon szigorúan meghatározott ciktenzumot le tudom-e adni, és mennyivel teljesítem túl. És a nyáron nem volt olyan hónap, amikor ne dolgoztam volna túl másfélszeresen, mert hogy volt MCC Fest, volt Transit, az MCC Festnek aftere is volt, volt egy augusztus 20, volt egy atlétikai VB. De egy, egyébként egy brutálisan intenzív politikai időszak volt, teri olyan politikai uh, intézményekkel és teri olyan politikai eseményekkel, amikkel a jobb oldal megtöltötte a magyarországi politikát, miközben az ellenzék el volt nyaralni. Én például azon borzasztóan meglepődtem, hogy augusztus 20-ból, ahol lehetett tudni, hogy itt mi lesz. Tehát az lesz, hogy részben azért, mert a kormány üzenni akarta a jelenlegi legszorosabb külföldi szövetségesei felé részben azért, mert valószínűleg nem biztos, hogy az egészen 27-et meghívta volna a kormány, akkor abból 27 állam följött volna el Magyarországra augusztus 20-át ünnepelni. Emiatt ugye volt egy erősen kelet felé súlyozódó diplomácia nagyüzem augusztus 20-nak a kapcsán, én például, ha én lettem volna az ellenzék, akkor abba vetettem volna a külföldi kapcsolataimat, és én hívtam volna meg a 20 át ünnepelni, nem tudom, a brit miniszterelnököt, vagy a német kancellát, vagy legalább a helyi szocialisták vezetőjét, vagy a labour a vezetőjét, vagy, a, vagy, vagy, legalább egy osztrák szociáldemokrát, valakit. Tehát volt egy csomó olyan politikai esemény, hogy a jobb oldal végtelen kenyőben meghívta egyébként az ellenzéket gyakorlatilag az összes politikai rendezvényére, meg volt az augusztus 20 politikai helyzet, amikor igazából lehetett volna politikát csinálni. De ezek valamiért eldöntötte, hogy ezen a nyáron nem csinál politikát. Tehát most már, most, most már tényleg kipihenik a 2022 traumáját, és, és, ezen a nyáron egyszerűen szabadságra mennek. Megdöbbentem rajta, mert igazából hát uborka tényleg csak a, a, az ellenzéki oldalon volt. Amit a közös listára mondott, szerintem egyébként ez, ez nem lefutott, mert és, nagyon meglepődnék, hogyha legalább LNP párbeszéd közös lista nem volna, és azon azon viszont nem volnék meglepődve, hogyha egy ilyen baloldali pólus, MSZP, párbeszéd, LNP össze egybesülés lenne az egésznek a vége. Hát azt gondolom, hogy itt a kényszer fog szülni bizonyos megoldásokat. Én látom néha, amikor ellenzéki politikusok beszélgetnek egymással, hogy, hogy itt az ők számogatják az a mandátumokat, és számogatják azt, hogy ki mennyivel lesz az 5 nak alatta. És nyilván, hogyha elég sokáig számogatják azt, és ha az LNP, se a párbeszéd, se az MSZP nem ütné meg magától most az, az 5%- az, az ot az az egy mandátumot, hogy valamiféle féled lesz arról, hogy legalább ez a három testület valamilyen borzasztóan nehezen kiszenvedett alkumentén legalább egy pénzcsapot el tudjon helyezni az Európai Parlamentben. Meg ez, bocsánat, ez nem csak pénzcsap. Következő a helyzet, hogy akinek nincsen egy ilyen választáson küszöbb fölötti eredménye, és ebből következő képviselete egy dimenzióban, utána ő ezt a billogot viszi a következő hasonló választásokig. 26-ig. És és az a helyzet, hogyha megnézzük, beszéljünk egy picit akkor az LP választás lehetséges kimeneteléről. Hogyha addig nem omlik össze a Fidesz támogatottsága, és az a helyzet, hogy most kellett volna összeomlania, tehát amikor tényleg brutális infláció volt, amikor és az úgyis már csökkent. És szóval, hogy ha nem omlik össze a Fidesz támogatottsága, akkor a Magyarországnak járó LP mandátumok felét azt el fogja vinni. A másik felére, és én ezt mindig elmondom nálatok is máshol is, hogy azokra a, ö, be fog jelentkezni a kifejezetten ellenzéki Mi Hazánk nevű formáció, hogy egyet-kettőt azt el tudjon vinni. Be fog jelentkezni a két farkok kutyapárt, akinek soha nem volt akkor esélye, hogy legalább az 5%-ot, az egy mandátumot elérjen. El fog vinni a DK ezekből a mandátumokból, most van neki négy. Ötöt. Hát szerintem nem biztos, hogy van ilyen növekedési potenciál benne, de legyen csak neki négy, mint amilyen most van azért a maradékból nem tud kijönni azt, hogy a Momentumnak is legyen kettő, mint most volt, a, az MSP visszaszerezze az egymandátumát, az LMP-nek sikerüljön bejutni, de még a párbeszéd is Jávor Benedeket, azt hát nem visszaküldje, mert megbeszéltük ugye, hogy ő most is ott van. Tehát, hogy Ebben a helyzetben szerintem a leglogikusabb az lenne, hogy még jobban összefornak, és azt mondják, hogy az ellenzékben a legfontosabb differencia specifika, hogy gyurcsány vagy nem gyurcsány és csinálni azt mondják, oké, okay, legyen egy DK LP-lista, ahova szavaznak azok, akik azt gondolják, hogy Dobrev Klárával, Európa Egyesült Államokkal, Szenvedélyes Igazságbeszéddel, kenyérsütögetéssel és hasonlókkal kell, és a másik meg azt mondani, és ennek lehet akár az ilyen murcisodási középpontja a Momentum, hogy azt mondani, hogy a, a, van egy ilyen Dobrev Donát vetélkedés, és akkor, akkor, akkor nem tudom Donát Annával menni, de mindenki mást is oda bevinni, legyünk őszinték, azért oly nagy különbség ebben a tavaly összeállt az Európát illető mondásokban is, tehát Ungár Péter az egyetlen kivétel, de hát majd ő lesz ott mindig a kis gonosz manó, aki azt mondja, hogy nekem annyira nem tetszik ez a koncepció, de hát nem én megyek, hanem küldök majd egy kedvesebb elempést, aki nagyon-nagyon zöld és kevésbé euroszkeptikus. Én, hogyha az megint csak nincs közöm hozzá, de hogyha ha nekem kellene azt megnézni, meg kiszámolni, hogy hogyan tudnak az ellenzéki szereplők jól szerepelni, akkor én a helyükbe ezt csinálnám. Nyilván abban is van egy igazságosság, vagy vagy egy ilyen hosszú időre mindent elrendező faktor, hogyha azt mondjuk, hogy hújon a férgese, mindenki induljon külön, és számoljuk meg akkor utána, hogy hányan maradnak, csak hát ezt utána nagy nagy sírás lesz. Hát hmm? e itt tartunk jelenleg, tehát hogy azért ez, ez a most csúnya szóval, nem mondom, belet harangozva inkább ezt a kifejezést használom, az EP választás, Emlékszem, Molnár MSP mszp politikus a tavalyi áprilisi bukta után néhány hónappal mondta, hogy az MSP most mindenképp önállóan fog indulni. A párbeszéd részéről is elhangoztak ilyen ambiciózus mondások. A jobbik az mindenütt és a Szabó Gábor kirúgása mögé, is ezt a, ezt a magyarázatot rajzolta föl Gyöngyösi Márton, hogy hiszen ő a teljes összefogás kovácsa volt, ez kudarc lett, most fullosan önállóan megyünk. Tehát, hogy nagyon beharangozta mindegyik Ki párt. a jobbikot a felsorolásból, Ó, dögöljek hát, meg. Azért pedig, bizonyám, pedig hát azért... De bocsánat, nekik is egyébként, tehát, hogy nekik is most van egy LP képviselők, méghozzá pártelnök, tehát az is kudarc, hogyha... Hogy ezt nem ha ő ezt elbukja, van. így van. De ég... mégis, én utalni, hogy azok után, hogy most körülbelül egy évig hallgatta mindenki, hogy hogy a, a, a négy évente változó összefogás mánia az éppen most kiveszőben van, tehát mindenki mutassa meg a saját portékája, mennyit ér a politikai piacon. Ezek után megint előállni azzal, hogy de hát mi, akkor mi most néhányan azért összefognánk, hát a hülyének is lejön, és azért a magyar választó nem hülye, hogy, hogy ez a beismerése annak, hogy kicsik vagyunk és kevesek vagyunk, már pedig akkor az elmúlt egy év narratívája kerülne zárójelbe, hogy az Orbán kormány már megbukott, csak még nem látjuk. Mi vagyunk a valódi többség. Tehát akkor lenne egy olyan ellenmondás, nem tudom, hogy ez csak engem zavarna-e, szerintem nem. Hát meg egyébként utaltál erre a tűzi funkcióra, hogy ugye az ellenzék ez mindig egy aktuális IP-választástól várja a megtisztulását, és a kázi felesleges illegitim szereplőknek a távoztat az, az, az európai, hát a, a magyar közéletből. Az a gond, hogy ilyen nincsen. Tehát mindig, amikor eltűnik három párt, akkor valamelyik gyógyegérnek eszébe jut megszólítani a kiábrándult fideszeseket, vagy az öreg anyám kinyát, alapítani még egy szociáldemokrata pártot. És, és, és ebből akkor a végén az lesz, hogy megszűnik néhány illegitim párt, és jön helyette három másik, amivel a, a, a nagy ellenzéki egység egyében a következő országgyűlés választása megint csak ki kell érdemeiken felül egyezni, mivel hogy érdemeiken felül egyeztek ki velük, lesz három képviselőjük, amik miatt lesz frakciófinanszírozások, amik miatt a következő választáson megint csak lehet velük egyezkedni. Tehát igazából ez a tisztító tűzfunkció szerintem azért nem működik, mert itt nagyon sokan szeretnének a politikában maradni azok közül, akiknek nem kellene ott lenniük. Ez igazából nem de szerintem ez erre kárba Ez tényleg nem fog így működni, hogy, hogy egyszerűen csak eltűnnek azok, akik, akik, akiknek nem. Uh, nem. Egy kiegészítést tennék, ez nem biztos, hogy baj, tehát hogy szerintem én személy szerint nem drukkolok ennek a jelenlegi konglomerátumnak ilyen formában semmiképp sem, hogy oldják meg mindenképp a helyzetet, de ez csak egy személyes megjegyzés. Az biztos, hogy hiányzik egy olyan ellenzék, amelyik akár inspirálja meg, meg egy kicsit meghagyja a kormányt, de úgy tűnik, hogy a kormánynak enélkül is akad teendője és akkor hat vessek át, aztán majd születek, vissza kezden. nyugodtan elfelejtett gondolatokat, csak ugye az időnk telik, a másik nagy hír már Matyi utalt rá, hogy ugye itt egy kvázi kipcsak találkozó volt kis túlzással, ugye a, a keleti fejedelmek járultak ide a, a Duna partjára, egy ilyen diplomáciai nagyüzemre augusztus 20-a, illetve az atlétikai világbajnokság apropóján, amit hát az ellenzéki nyilvánosság megint előszeretettel vett céltáblájára, jól tették? Tehát most nyilván megjelennek a pragmatikus magyarázatok az energiahelyzettel kapcsolatban, és itt nehéz is azt mondani, hogy Törökországnak ne lenne mondjuk a következő évtizedben Európa és Magyarország energiállátása szempontjából fontos szerepe, és akkor ide még az összes többi Azerbajdzsát mindenképp ide kell vennünk. Csak ugye erre megint azt a képet húzzák fel, hogy Orbán Viktor valójában nem egy nyugati, hanem egy keleti politikus, holott az egész mögött azért van egy pragmatizmus is. Jól teszi az ellenzék, megint csak megjegyezve, hogy nem tanácsot akarok adni nekik. Hogyha ráugrik ezekre a témákra, és ezeket csócsája és csámcsog rajtuk. Szerintem az ellenzéknek ö, ö, oka is, és, és, és terepe is van arra, hogy itt kritikus legyen. Itt azért mégiscsak egy keresztény ünnepről beszélünk, itt mégiscsak egyfajta nyugati orientáció megvallásáról beszélnénk, és az egy kudarca Orbán Viktornak, hogy ő nem képes felmutatni ezeket a szereplőket, akiket egyetértek az ellenzéknek föl kellett volna, érdemes lett volna bemutatni. Öm, egy fontos elem hiányzik még igazából a kritika, a kritika kapcsán, elmondani, hogy mi mit gondolunk augusztus 20-ról. Most az ellenzék nevében beszélek. Tehát, hogy, hogy, mi történt akkor, miért fontos ez nekünk, szerintünk hogyan kellene ez hozzáállni, és ez általában is igaz, tehát, hogy a, a közös történelmünket elmesélni, megélni, abból a szempontból, ahogy ez mi viszonyulunk, azt szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, ez lenne az alapja annak, hogy mondjunk valamit jelenleg kritikusan. Én Értem azt, és nem is vitatom, hogy a kormányzásnak vannak praktikus, pragmatikus elemei, energiaellátása, összeadom egyébként, hogy hány embert, meg mekkora országokat képviselnek azok, akik itt voltak, akkor egyébként ez egy egy tekintetben nagy hatalmi találkozó volt. De hogyha hiszük azt, hogy a magyar ember zömében az inkább nyugathoz szeretne tartozni, akkor szerintem a szóval kurcon kívül látott volna szívesen más öltönyöst is. Előjáróbb hadd mondjak annyit, hogy én azon borzasztó kevés uh, magyar közé tartozom, aki őszintén szereti és ismeri ezeket az országokat. Én egyébként mm. oda megyek nyaralni, tehát nekem az lesz a nagy nyaralásom hogy, én, hogy csinálok egy, egy nagy közép ázsiai túrát. És egyébként szerintem azok a narratívák, amelyek szerint ezek az országok feleslegesek, nem fontos felő kapcsolatot építeni. Az, az, az ott, az ott bicsaklik meg, hogy még csak nem is az energia egy egyetlen fontos dolog, ami, 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 velük kapcsolatban magyar szempontból jelentős. Ez igazából eleve csak a török elnökre áll, az az eri elnökre áll, meg majd talán tíz év múlva a türkmére, de azt őszintén szóval én azért én nem egészen látom, hogy hogyan lesz a jelenleg még ilyen csővel nem látott Kaspi egy olyan gázvezeték, ami, ami, ami átvezeti a még gázt Európába. Egyelőre úgy ugye Kínába megy onnan. Á, előre, az. igen. Pont. Mint és az a, az? Kirgizisztán meg pedig egyáltalán szóba sem kerül, ami a, a, a energiát illeti, ők nem rendelkeznek energiaforrásokkal, amikre nekünk szükségünk lehet. Hát szerintem igazából, ami a valódi jelentősége a magyar-közép-ázsiai magyar viszonynak, az az, hogy közép ázsiában meg tudjuk csinálni azt, már mi alatt a magyar vállalatokat és a magyar technológiát értem, amit velünk annó a németek és az osztrákok megcsináltak. Tehát ők lehet rajtuk röhögni, dinamikusan fejlődő, elképesztő gyors sebességgel felemelkedő országok, akiknek a technológiai fejlődését meg tudják csinálni a magyar vállalatok. Az, hogy ott burgonya nemesítő intézmény van jelenleg Üzbegisztánban, Magyar Üzbeg keresztfinanszírozásban, az, hogy víztechnológiában, mezőgazdasági technológiában, gyógyszerben mi ott igen erősen jelen vagyunk, az, az, egy hatalmas nagy lehetőség azt tekintve, hogy az ellenzék által az akúgyárak helyett folyamatosan követett nagy hozzáadott értékű magyar ipar és magyar technológia, azt találjon egy piacot, meg találjon kifektetési lehetőséget. Hogy most legyenek olyan országok, ahon, ahonnan Magyarországra érkezik vissza a befektetések hozadékaként a tőket. ezek szerintem nemcsak, hogy az én szívemnek kedves, de fontos országok is amúgy. Tehát ezt, ezt, a valóság dimenziójáról, meg amúgy én nem tartom egy, egy kis fricskának, vagy egy vagy egy sikeréne, vagy, vagy nem tartom egy kudarcának a magyar diplomáciának azt, hogy hat muszlim, van inkább muszlim, mint Erdogan, meg van amelyik kevésbé muszlim, mint mondjuk a kazah képviselő, a muszlim elnökkel végignézettünk egy bazinagy keresztet a Duna fölött. tehát szerintem az... Jó, hát a is van, van, Vannak ilyen dolgok, amik azért nem rossz szimbólumok. Hogy Az eljön eljönnek, eljön, eljön amelyik amelyik Magyarországot akarsz. korábban jelentős részben megszálló országnak a vezetője, megünnepelni augusztus 20-át. Ez egy kicsit azért... Ki nem szállt meg minket a persze. bármikori szövetségesek. közül? Ezek szerintem jó dolgok hogy itt van most egy ilyen magyar-török kapcsolat, ahol Törökország, amely volt egyszer már Magyarország fölött barbár módon gyarmattartó, az az elismerés megünnepli Magyarország, a keresztény Magyarország születésnapját. De neked nincs olyan nincs olyan élményed vagy érzésed, hogy ugyanakkor azért ez valamiféle kudarcnak is a rögzítés? Hogy nem, hogy nem, beszéltünk róla az előbb, tehát én, én abszolút nem gondolom, hogy amúgy ne lehetett volna, ha nem is a miniszterelnök vagy az államelnök szintjén, de valamilyen lengyel képviselőt például meghívni erre az ünnepre. Nekem nagyon-nagyon-nagyon hiányoztak a közép-európai vezetők vagy egy olasz. Hiány, vagy akár az, akár, akár mondjuk Németországból vagy Ausztriából, megint csak mondom, Franciát. ha a politikai kapcsolatok miatt nem a, a jelenleg aktuális első számú m? vezető, de akkor is valaki. Tehát én is azt gondolom egyébként, hogy talán még egy kicsit bátortalan is volt a magyar a meghívóknak kiküldésében, mert nem nulla lett volna azért a, 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 az érkező nyugati vezetőknek a száma. De tehát vissza kell térjek ahhoz a gondolathoz, amit te is már, hogy de akkor miért nem hívta el az ellenzék Donát Tuskot? Miért ne, az egész, nyugat, nagyon az egész már. nyugatossággal az a problémám az ellenzékben, már. hogy ez egy üres, tartalmatlan nyugatosság hogy nincs igazából benne az, hogy mi valóban be vagyunk ágyazva Nyugatra, hogy hogyha mi hatalomra kerülnénk, akkor olyan fantasztikus nyugati integrációk, nyugati befektetések és nyugati együttműködések jönnének Magyarországra, amitől a magyarok életszínvonala azonnal kilőne a stratoszférába. Tehát nincs igazából egy tartalma, sem egy kapcsolati tartalma, sem egy politikai tartalma, sem egy szakmai tartalma, semmi semmilyen tartalma annak, hogy az ellenzék azt mondja, hogy Nyugat. Mert ez, az, azért látjuk a, a közép-európai államok összehasonlításában már, hogy az az ország, például Szlovákia, ahol, ahol ugyanez a tartalmatlan nyugatosság dominálja a politikát évtizedek óta, ahol van egy politikai konszenzus arról, hogy akkor is, ha az ország egy jelentős része az oroszokhoz húz egészen konkrétan, mert pánszlávista, akkor sem engedünk orosz barát erőt hatalomra kerülni. Ez az ország jelenleg 10 ponttal le van tőlünk maradva az európai átlag GDP-hez való összehasonlításban miközben a 2010-es évek elején vastagon előttünk volt és kell vezetni az eurót. A tartalmatlan nyugatosság nem hoz jólétet. A tartalmas, valódi szövetségekre, valódi kapcsolatokra épít a nyugatosság, meg Lengyelországban vagy Romániában egy gazdasági növekedést hoz. Egész a lengyel, Lengyelországot nem nevezném, kifejezetten csak nyugatosnak, ők amerikások inkább. Cs. Tehát mondjuk a németektől való távolságuk reményeik szerint legalább ugyanakkor, mint az oroszoktól. Németország nekem is egy egy hatalom, de ez, vagyunk. de, ez egy szemantikai kérdés. Ez vezet, a nyugatosság csúcsa az alapvetően az Amerikához való, való Na, és, és itt már ezt tartalommal töltik meg. Itt Dobrev Klára van, aki egészen friss a adásunk néhány órával a, 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 maxolta ki a nyugatosságot, az Amerika pártiságot, egy David Pressman volt találkozóval, és itt csak egyetlen kérdés, még aztán beszéljünk a, 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 a háborúról, mert hogy ö, ott sem hiszem, hogy sokkal több minden történt. Leszámítva az, hogy minden nap tragédia, ö, de olyan fejlemény vagy változás, amit mondjuk az el, Magyar ellenzéknél, hogyha lehetek ilyen, ö, érhetek ilyen csúnya összehasonlítással, de hogy Dobrevkára leül az ellenzék kvázi vezető erejeként egy olyan nagykövettel, aki nem is olyan régen jelentette be például a határon túli magyarok adatkikérése kapcsán egy vízumkorlátozást, plakátoltat el az országot, ruszkik haza, plakáttal ö, szervezett LMBTQ partit, miközben a magyar társadalom nagyobb döntő része volt ezzel nem feltétlenül szimpatizál, most ez helyes hogy helytelen, azt mindenkinek a pártállására bízom, vagy az ideológiai ö, hovatartozására, de hogy gyakorlatilag nem egy pozitív figura a magyar nyilvánosságban, és nem csak azért, mert a jobboldali sajtó neki megy olykor-olykor, vagy a magyar politika, hanem azért, mert ez ne, nem egy olyan karakter. Milyen racionális magyarázat lehet egy politikus fejében, hogy mégis beáll egy ilyen tüntetőleg egy ilyen találkozóra, és büszkélkedik vele? Szerintem, szerintem az, az, az önérdeke a DK-nak, hogy, hogy Pressmannál jobban legyen, hiszen az amerikai nagykövet a sztárja az ellenzéki, kifejezetten ellenzéki sajtónak és nyilvánosságnak. Tehát ők itt vannak megmárkázva, hogy ők Orbán Viktor legfontosabb, leghangosabb, legradikálisabb ellenfelei. És számíthatnak azokra a magszavazókra, amelyeknek a nagyon-nagyon fontos szerepe lesz a jövő évi választáson, ami ugye Dobrev Klára sorsáról is szól, mert ugye úgy miniszterelnök előtt, hogy azért ő maradna Brüsszelben is. Ö, ezzel a találkozóval szerintem neki küzden. Peszmen esetében szerintem több különböző dolgot kevertél össze, az, az én olvasatomban tök hogy hogyha csinál egy ilyen LMBT tematikájú partit az ő udvarában, mert miért ne tenni, és hívja meg ja, olyan embereket, akik erről szól. Nem csak, mert ehhez képest teljesen más szerepfelfogásról szól, amikor ő politikai plakátokat helyezel, meg ilyen kvízeket csinál arról, hogy itt most mi abban, mert hogy én nem látom, hogy egy nagykövetnek ez milyen feladatkörébe tartozna bele, abban viszont egészen biztos vagyok, és ez, ez egyébként ez politikus betegség általában, hogyha csak nagyon olyan sajtószemléket kapsz, pláne, hogyha nem ismered annak az országnak a nyelvét, ahol működsz, ha csak olyan emberekkel találkozol, akik egy bizonyos politikai agendát nyomnak neked, nem tudom, nektek szokott ilyen élményetek lenni, hogy találkozok valamilyen külföldi szereplővel, és, és amiket kérdez, már abból látszik, hogy mennyire szűrt információkhoz jutott Magyarországról, Magyarország működéséről. És ennek az is következménye, hogy nem tud sikeres lenni. Tehát azért a Pressman-féle nyomulásnak effektív eredménye Magyarországon szerintem Nincsen. Tehát, hogy nem segített sem az ellenzék pártjain, sem az ellenzék nyilvánosságán és ez valószínűleg nem is lenne egy nagyköveti feladat, teszem hozzá. De röviden, a DK ezért találkozik vele. A DK-nak szerintem a 2019-es szavazótábor, meg annak az esetleg vért növekménye is tök elég ahhoz, hogy magát sikeresnek gondolja, amivel kezdtem, egy összeellenzéki felelősséget nem vesz magára egyetlen pártként, mert akkor kéne az általad mondottakon elgondolkodni, és igen, az utolsó, csak hogy párhuzamot húzzak, Brüsszel, és Washington, vagy kivezetten Pressman esetében, azt látjuk, hogy nem is törekszik arra, hogy legalább a, 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 az interakcióiban a, 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 a pozitív elemeket hangsúlyozni. Amikor legutóbb nálatok voltam, beszéltem erről, hogy Brüsszel a kormány és az ellenzék kommunikációjában is ugyanaz a, a szereplő, aki elveszi bíró, igen. a pénzt, csak az egyik oldalán ennek a másiknak nem, de a magyar emberektől ugyanúgy el van véve a pénz. Pressman sem csinál semmit, nem mond semmit, nem javasol, ígér, ad semmit, amire azt mondanák a magyar emberek, hogy az is jó az országnak. Uh -huh. Hát ugye ez lenne egy követnek. egyébként a diplomácia eredeti szabályai szerint nem a regulázás, hanem a hidaképítése, uh -huh. hogy az ellentétek dacára is minél nagyobb legyen az a kommunikációs csatorna, ahol megvitatjuk a dolgainkat. Nem tudom nem elsütni egyébként, ugye ennek a gyalázatos hazug orosz a kapcsán most a kompetenzéki nyilvánosság a Stanislavov orosz követnek a behívását, követ, bekéretését követeli a, a, külügybe. Nem tudom, tudjátok, hogy ki nem járt még soha a külügyben bekéretés és eredményeképpen Presznán sem egyébként. Tehát, miután effektív szankciókat jelentett be Magyarország ellen, és ezer meg ezer fórumon rontottak kis hazán kiterét, nagykövetet soha nem hívta be a magyar külügy, mert a magyar külügynek van, amiért nem szokásan a szerintem egy viszonylag érthető vagy, a hatáskör. Vagy homofób. Ez a másik opció, nem is akarja látni, igen, meg uh, Én egy kicsit tudatosabb figurának és ezáltal sötétebb figurának látom Pressman nagykövetet, mint te. Hát én azt gondolom, hogy Pressman nagykövet nagyon pontosan informálódott arról, hogy, hogy, hogy hova jön és milyen folyamatok zajlanak ebben az országban, és pontosan átlátja a magyar politikai rendszernek a működését. Pressman nagykövet szándékosan szúr oda, ahova szúr, és még abban sem vagyok biztos, hogy nem okozott effektív kárt az Orbán kormánynak. Tehát nem tudom, hogy olvastátok-e a, a, legutóbbi amerikai befektetési klíma jelentést. Ugye van, a, van az USA külügyminisztériumának, egyébként a magyar külügyminisztériumhoz hasonlóan egy olyan szolgáltatása, hogy az amerikai vállalatok számára akik nem rendelkeznek még ilyen helyi csápokkal a különböző országokban, hogy kifürkészek, hogy ott milyen üzleti környezet. Van egy ilyen befektetési klíma jelentés, ahol egy ilyen, nem tudom, 40 oldalas dokumentumban el tudod olvasni, hogy az adott ország kapcsán az adózás, a politikai stabilitás, az akármilyen üzletvezetési feltételek mentén, milyen kondíciókkal tudnál te most ott befektetni? A 2023-as magyarországi befektetési klíma jelentés abban olyan dörgedelmes, undorító hazugságok vannak, amik egyrészt nem lehettek nem szándékosak. Tehát ez, ilyeneket nem lehet nem szándékosan hazudni De Magyarországon, mondják, amik, a, amik ott vannak. Van a, ugye, a, a teljes nagy Spiegel lejárató botrány, vagy kampány arról, hogy Magyarország uh, kormánya szándékosan hoz nehéz helyzetbe külföldi cégeket, és, és uh, favorizál helyette magyar cégeket a bíróságok nem, nem, nem független volt a, az Európai Uniós támogatások kiesése, ott egyébként kifejezetten, kifejezetten még hazugságok is vannak benne arra, hogy pontosan mi van befagyasztva. A, az infláció, az amerikai kettős egyezménynek az eltörlése, tehát egy csomó olyan politikai állítás van a vezetői összefoglalójában ennek, ami alapján a Preszpán nagykövet nagykövetsége által megfogalmazott szöveg alapján kifejezetten kevéssé attraktív befektetési célpontként tűnik fel Magyarország a jelenlegi befektetési klíma jelentésben. Ennek szerintem effektív hatása lesz arra, hogy az amerikai cégek, akik még nincsenek jelen, és Szijjátó Péter varázsát még üzletépítés tekintetében nem tapasztalták meg, azok fognak idejönni, vagy nem. Tehát én kifejezetten számítok az elkövetkezendő néhány évben egy csökkenésre az amerikai kihelyezett Magyarországra. Tehát szerintem Pressman nagykövet egészen pontosan tudja, hogy mit akar, azt akarja, hogy a számára nem megfelelő külpolitikai irányú magyar kormányt, azt a gazdasági, a, legérzékenyebb a magyar politika, a leginkább hatásgyakorló lábán fogja meg, szúrja meg. Ez nem jó az országnak, és egyébként az ellenzék számára sem egy Támogatandó politikai agenda, de, de abszolút nem látom őt egy ilyen bumburnyáknak, aki nem tudja, hogy, hogy mit csinál ebben az országban. Sajnos szerintem nagyon is tudja. Tehát a, a, az üzleti lábán, a gazdasági lábán megfogni az Orbán kormányt, ez, ez, ez valóban egy, egy, egy borzasztóan kártékony és a magyar politikára hatásgyakorló uh, nyomásgyakorlás. Nyilván Amerika az jóval nagyobb, mint mi, és jóval erősebb mindenkinél. Hát vagy egy 10 milliós országgal üzleti kapcsolat nem feltétlenül releváns az ő büdzséjük hát számára. De nekünk releváns, de, az... de, még nekik is, rossz ez, hogyha ha minden centél lehajolnak, elevet veszünk alapul, az ő üzleti lehetőségeket is szűkíti a nagykövet ezzel, még akkor is, hogyha az ő szintjükön ez, ez nem Ö, számottevő nem, nem, értek egyet veled, mert az a helyzet, hogy Közép-Európában nagyon sok országban, és igazából az, hogy egy amerikai cég Magyarországra, Romániába vagy Szlovákiába viszi beruházást, az az, az, az amerikai GDP szempontjából teljesen irreleváns. Tehát ez, tényleg, tényleg kiz, ez, kizárólag nekünk fáj. És, és tehát ő tényleg szándékosan azon dolgozik, hogy azon a, azon a lábon, ahol valódi fájdalmat lehet okozni, Magyarországnak kárt okozzon. Hát ő egy sokkal tudatosabb és sötétebb szereplő, mint egyébként jó, hát akkor ez a mi szövetségi rendszerünk. Nagyon sok minden biztosan kifunk de a háborúról akkor mindenképp beszéljünk, mert kicsit több mint egy évvel ezelőtt hangoztak el azok az elemzői jóslatok, hogy a sokadik szankciós csomaggal gyakorlatilag térdre kényszerül az orosz gazdaság. A, az energiahordozóikat nem tudják eladni sehova, nem kapják meg a csippeket a, a hadi technikájukhoz. Ezzel gyakorlatilag az ukránok győzelmét segítjük illetve hát igen, a teljes nyugati világ. Ez biztosan nem következett be. A Ukrajna nem győzött, igaz Oroszország sem győzött, és Orbán Viktor pedig a Tucker carlson alatt minapi interjújában erőseket mondott, mondjuk úgy még egyszerre ismételve hangsúlyozva a magyar álláspontot. A tekintetben, hogy előbb-utóbb, és inkább előbb, mint utóbb tűzszünetet kéne hozni, mert itt senki nem fog nyerni, vagyis el kéne kezdeni már a békéről beszélni, mert senki nem fog nyerni ezzel a háborúval. Kinek van igaza? Ugye nekem van egy mantrám az eleje óta, megint csak már a koronavírus kapcsán is ezt kérdeztem, hogy mi a terv. Tehát, hogy mit akarunk elérni, és milyen út vezet oda. A, és ugyanúgy nem kapunk választ. Tehát, hogy most, most nagyon fontos, hogy azt most, amit mondtak nekünk, azt csináljuk, és akkor majd ez, ez, ez jó lesz. És ugye a legutolsó szankciós csomag az úgy tulajdonképpen nyom nélkül múlt el, tehát a, a nyilvánosságból Igen. is. Igen. Tehát, hogy beszéltek róla, beszéltek róla, és jó, majd meglátjuk. Öm, Orbánnak ez az interjúja az azért szimptomatikus, mert hasonló fogyatékosságtól szenved, mint a, mint a, mint a másik oldal, a nagyon háború pártiak. Jelenség, hogy ugye Orbán Viktor Tucker Carlsonnak azt mondja, hogy Amerika holnap be tudná fejezni ezt a háborút, mert hogy a, a fegyverszállításokkal, meg a pénzbeli támogatásokkal tartja föl, hogy ez működjön, és akkor oda, tehát tehát egyrészt bele kéne állni, hogy azt kéne mondani, hogy Amerika ne küldjön több fegyvert, meg nyilván nem csak Amerika, meg ne küldjön több pénzt Ukrajnába, ezzel rákényszerítve őket, de mire? Mert azt gondoljuk, hogy ha nem küldünk fegyvert Ukrajna, vagy nem küldünk pénzt, az oroszok azt mondják, hogy na, hála az égnek, az ukránok most nem tudnak ellenállni, úgyhogy akkor mi is megállunk. Én szerintem ezt Egy... úgy gondolja, de nem akarok helyette beszélni, hogy ezt az amerikaiak jelzik az oroszok felé, hogy akkor ügyünk le mert mi mi, mi egy ponton uh -huh. szeretnénk dülőre jutni, és miután rajtunk múlik nagyjából, ezt azért szerintem uh -huh. hozzátehetjük, hogy mi lesz a folytatással, ezért mi teszünk egy off record gesztust. Én így képzelem, tehát, hogyha küld egy jelzést Amerik az Egyesült Államok Oroszországnak, akármilyen tartalommal, én hál' Istennek ezeken a beszélgetéseken, meg <laughs> ilyen helyeken nem vagyok ott, mert már nem élnék, de hogy akkor változna a helyzet. Ilyen értelemben múlik az Egyesült Államokon. Nem, én nem úgy értem Orbán Viktorok fejtését, hogy akkor nem küldünk fegyvert, akkor jó tönkreverik az oroszok az ukránokat, és akkor nyerő pozícióból tudnak lejönni tárgyalni. Kicsit sokan ezt olvassák ki belőle. Hát egy, de én, ez ezt egy dupla dolognak egy kicsit. A, az, Nekem az van a fejemben, hogy jelenleg azért nincs az orosz-ukrán háborúban béketárgyalási folyamat sem, tehát még az a nem túl komoly belarusz béketárgyalás sem, amit egyébként az a Vladimir Magyinszki vezetett orosz részről, aki most ottan könyveket írta, zárójeles megjegyzés, uh, tehát azért nincs, mert 2022 tavaszán, a Bucsai mészállás után, a Bucsai mészállásból lett kreálva egy olyan ügy, ami miatt a putyini vezetésre nem lehet tárgyalni, és Boris Johnson megérkezett az Ukrajnába az amerikai üzenettel, hogy az amerikai igény az, hogy ne legyen tárgyalás. Tehát az én fejemben, meg szerintem miniszterünk fejében is ez úgy van, hogy jelenleg Ukrajna van abban a pozícióban, hogy nem kíván tárgyalni, és ezt, ebben a pozícióban azért tud lenni, mert mindig van egy alapvető finanszírozás és egy alapvető fegyverszállítmányozási rend a nyugat részéről ami nem tud nulla lenni a következő években sem. Zdenelszki mindig számíthat arra, hogyha nem is ebben a mértékben, de valamilyen mértékben az ukrán állam finanszírozása és a fegyverszállítás rendelkezésre fog állni. Orbán Viktor azt gondolja, és ebben szerintem igaza van, hogy alapvetően a tárgyalási hajlandóság most ukrán oldalról hiányzik, és hogyha Ukrajna nem bízhatna abban, hogy örökké csinálja neki a, a, a nyugat a háború fundamentális tényezőinek a szállítását, akkor Ukrajna részéről fog megszűnni az ellenkezés a szemben. Szerintem ez az Orbáni gondolat. Én egyébként azt gondolom, hogy Ukrajna tárgyalás úton jelenleg sokkal több területet tudna visszaszerezni Oroszországtól, mint amennyit valaha katonailag vissza fog szerezni. Nekem az a félelmem egyébként ehhez kapcsolódva, hogy fordulhat úgy ennek a háborúnak a folyása, hogy jövő nyáron az, azon veszük észre magunkat, hogy nem sikerült a nagy ukrán ellentámadás, vagyok, hogy az oroszok tovább tudtak előre nyomulni, hogy újabb területeket szereztek meg, és sokkal rosszabbul áll Ukrajna esetekintetben nyugat szempontjából a front helyzete, mint állt akkor, amikor először meg lehetett Igen. volna állapodni. És mondom, nekem az a félelemem, hogy akkor ez az egész ez eltűnik a címlapokról. Igen. Hogy beáll majd valami, ami ilyen, se hal, se hús, valami a kettő között, hogy háborúz, elnézést kérek tényleg ezért a hogy háborúz gatunk, tehát hogy lesz egy, egy, egy rossz értelemben vett fenntarthatóság a háborúban, semmit nem döntünk el, hanem sokadik ilyen tűzfészekként vagy ilyen parásként ott hagyjuk. Mert nincsen arra válasz, de egyik oldalról sem, hogy mit szeretnénk elérni. Ö, legyen a, kis megoldás, hogy van egy kisebb Ukrajnánk, de azt viszont nem tudom, nagyon megvédjük, ad abszurdum beléptetjük a NATO-ba, hiszen úgyis ott van már a NATO lényegében. És akkor onnantól kezdve a Putyin tudja, hogy na, amit eddig megszerzett, azzal legyen boldog forever, mert hogyha még egy lépést tesz, akkor viszont az már világháború. Ezt akarjuk? Vagy azt mondjuk, hogy akkor tegyünk bele még többet, hogy akkor az ukránok most visszaszerezzék a krímet is, meg nem tudom mi, és akkor majd uh, Oroszország végső veresége lesz az, amit mi nagyon szeretnénk. Tehát, hogy valamit kéne mondani arról mindkét oldalról, hogy mit szeretnénk, mert ez nem történik meg, ez csak ez a, a, engedelmeskedj, csináld, amit mondtunk, ne kérdezd, hogy mi lesz holnap, menjünk előre, és akkor majd az úgy, úgy megtörténik, de mi itt is persze. van egy ilyen miniszterelnöki gondolat arról, hogy a szűk nem azt hogy a nyugat nem ad elég fegyvert, hanem az, hogy az nincs elég emberük. Hát, hogy val valójában ez a, a, a szűk keresztmetszet, ez vagy így van, vagy nem, Én bár tudom, hogy az ellenzék bizonyos szereplője egy nincs, nincs elég emberük meghalni. Igen, Tehát, hogy, persze, hogy ez, egész ez, pontosan. Hát nem véletlenül Igen. Zelenszky most vett televízióra friss hír ezzel kapcsolatban, hogy a, újra a, a... Sor sorozások nála az ilyen kivételezett mm. helyzetek, mert ugye a korrupció Persze. esetel szintén fönnforogja, az emberek ott az életüket mentik, Persze. tehát nehéz is pálcát tenni fölöttük, de Zelenszky jelenlás szerint most azokat rángatja be a hadseregbe, akik ilyen olyan úton, módon lehet, hogy valós indokkal, Igen. de kimaradtak Igen. a harcokból, tehát viszi őket a frontra meghalni, Persze. és mondjuk amikor említetted, Zoli, ezt a, ezt a megyünk előre, és nem gondolkodunk azon, hogy miért értem az egésznek. Én azt gondolom, hogy azért morálisan legalább annyira veszélyes dolog. Kiteszek egy Facebook profilt egy ukrán zászlóval, és azt mondom, hogy hajrá, Zelenszky, vidd csak az ukránokat a frontra, szedd össze az összeset, mert itt tudtok majd győzni, nektek drukkolok. De gyakorlatilag egy halálpárti álláspont, a Abszolút. háború Abszolút. párti álláspont. Abszolút. Most lehet, hogy nagyon kihagyom a másik felét a történetnek, de ezért morálisan legalább annyira aggályos, mint azt mondani, hogy Oroszország győzzön, vagy hasonló. Van egyébként, volna három erős állításom. Az egyik az, hogy egyébként az a 2014 előtti ukrán területi integritás és szuverenitás, amire vágyakozik most a komplet nyugat, és legalábbis névleg háborús célként tűzi ki, az egyébként tartalmazta azt a helyzetet, hogy a Krimben Szevasztopol kikötője az egy orosz hadi volt. Tehát a, a, még a szuverén 14 előtti Ukrajnában is létezett egy orosz haditengerészet, tehát most mondtam, az, a, aki azt mondja, hogy a 14 előtti állapothoz kellene visszatérni, az, az egy olyan helyzetet mond, amikor a krímoroszországi katonai szempontból. Tehát ez egy, tehát nincsen végig gondolva, hogy mi az a 14 előtti állapot végül is, amit nah, vissza akarunk is térni. Az egyik, vagy a, vagy a másik, ugye, tehát szerintem Ukrajna a leg kisebb területi vesztességgel, a legnagyobb szuverenitással és integritással akkor tudta volna megúszni ezt a háborút, hogyha a nyugat a feje fölött 21 végén kiegyezik. Erre a második a legjobb lehetőség ez a jelenlegi ötfalus nyomorúsághoz képest tavaly valóban létező őszi ellentámadásnak a, a, végpontja lett volna, amikor Harkov és, és, és Herson felszabadítása után az Ukrajna tényleg valóban visszaszerzett jelentős mennyiségű és fontos gazdaságilag és fontos területeket. De én azt gondolom, hogy valójában a háború folytatása utat elete is, Hát Ukrajna azzal, hogy a területeért küzd, valójában több területet fog elveszíteni, mint amennyit tárgyalásra vissza tudna szerezni. Hát szerintem az ukrán területi integritás védelmében felszólaló álláspont az a magyar miniszterelnöké, meg egyébként személyesen az enyém is, hogy fejezzük be ezt a hülyeséget, és szerezzük vissza, amit csak lehet tárgyalások kapcsán. Ugye itt van egy olyan ütőkártya, hogy Ukrajnának az, hogy egy területről dezsűretet a jog értelm értelmében lemondotta, vagy nem, az olyan szempontból mindegy, mert ne, hogy, hogy, nem ő ellenőrzi. Oroszországnak viszont nem mindegy, hogy egy terület, ami a megszállása alatt áll, az dezsűre az övé, vagy csak de facto az övé. Mert hát van Ukrajnának a kezében egy olyan ütőkártya, hogy tud kevesebb területről lemondani, messze kevesebbről, mint amennyi orosz megszállás alatt áll. Mert az oroszok szempontjából van értéke annak, hogy valami csak, 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 forma, csak, csak valóságosan, vagy jogilag is az övék. Ö, azt hiszem, hogy se a magyar ellenzéknek, se a háború mögött álló hatalmaknak a tanácsadói nem lettünk e ponton, de remélem, hogy akár meghallgatják ezt is. Zoli, még nagyon kevés időnk maradt, csak mindenképp meg akartam kérdezni, hogy egy tévéműsorban, ami szintén visszatért a nyári szünetről, azzal kezdett, hogy számodra a nyár az a változás hozta el, hogy bár korábban nagy híve voltál, vagy támogató az úgynevezett Európa projektnek, egyre nagyobb kétségekkel tekintesz rá, hogy ezt egy néhány percben kifejteni nekünk, mert ez valószínűleg kapcsolódik mindenhez egy picit, amiről eddig beszéltünk. Hű, igen, hogy ezt a végén és pár percben, de é, akkor, tudom, akkor tudom, hogy nem voltam túl fair, de nem akarom kihagyni ebből a kis mai műsorunkból, hogyha egyet értesz. Nem szeretem azt, hogy megüzenik nekem azt a helyes életet, amiről nem kérdeznek meg. Nem szeretem azt, hogy egyre inkább másodrendű polgárnak tűnjek Európában, és azon örömködjenek, hogy még hányféle metódus van arra, hogy megbüntessenek. Nem szeretem azt, hogy az egyetemistáinktól elveszik a lehetőséget, hogy ösztöndíjuk legyen. Rohadtul nem tettnek ezek a gyerekek arról, hogy alapítványi fenntartású az egyetemük, vagy éppen nem. Nem értem, és az nagyon vicces, hogy az NK nem az, tehát, hogy a, 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 a legdurvább Fideszes Káder Egyetemnek mondott intézményből továbbra is lehet. Menni Erasmusszal még erről semmilyen módon nem tehető, nem tudom, Miskolcról ott meg nem tudnak menni. Miért nem? Hát ott még az, ellenzék, az ellenzékiek is az emberek. Szóval, hogy nekem ezzel gondom van. Gondom van azzal, ahogy az Európai Parlament jelenleg működik. Hogy az összeálló, egyre színesebb betekintetben, egyre elfelelőbb koalíciók, azok Európáról oly sok mindent már nem is mondanak, nem is állítanak. Behúzzák fülüket, farkukat, Európa egyre kevésbé releváns a geopolitikában, egyre kevésbé releváns gazdasági szempontból, nincsen szava, nincsen hangja, és eközben nekem örülni kéne annak, hogy mindez megtörténik. És nagyon sok mindent tudok mondani az Európa Projektről, csak még egyet, én. Én nagyon szerettem volna azt, hogy ez a magasabb szintű szerveződés, és az egész Európai Unió, ez, 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 fontos döntéseket hozzon a mi életünkről, és van pár terület, ahol most is hiányolom, például az egységes menekült politikát én nagyon hiányolom, más alkalommal mondom el, hogy miért gondolom jónak azt, hogy legyen menekült óta, de ezt most nem nyitom ki, Viszont egy csomó olyan dolog is van, ahol meg nem szeretném, hogy a, a nemzetállamok helyett, az ott helyben megválasztott politikai vezetés helyett tök mindegy, hogy éppen melyik az. Zárójel keressenek rá, mikor Gyurcsány Ferenc mondja azt miniszterelnöként, hogy mi a fenét akar még törünk Európa. <gül> 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 bizony, voltak, mert hogy. Mert hogy bizonyottak. És akkor volt, amikor Putyint és a kiskutyát egy fotón láttuk. Tehát, úgy. hogy. Hogy én én azt gondolom, hogy ha mi hozunk egy döntést arról, hogy hogy szeretnénk élni, ez igaz egyébként a fővárosra és karácsony Gergelyre is, akkor ne feltétlenül akarják azt erőből, egy másik szerveződési szintről fölülírni. Itt nehéz abba hagyni, de most mégis ezt kell tennünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon köszönöm a figyelmet. Lesz reakció jövő héten, tartsanak velünk akkor is. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.